Fehérvári Dobbantó Néptánc Együttes következik, amely több évtizedes múltra tekint vissza, rendszeres résztvevője rangos hazai fesztiváloknak. Az együttes több csoportban, jelenleg mintegy 80 taggal működik. A Dobbantó Néptánc Együttes elsőként bemutatkozó ifjúsági csoportja jelenlegi felállásban egy éve dolgozik együtt. Az egy év alatt nagyon jó kis közösségé kovácsolódtak, számukra a néptánc nem csupán hasznos időtöltés, hobbi, sokkal több ennél. Életforma, barátság, szórakozás és szórakoztatás. A tánc az érzelmek kifejezésének egy magasabb rendű formája, amely az egész jellemet formálja és emberibb emberré teszi. Ezek a gondolatok tartják együtt az együttes fiataljait, se gondolatok jegyében tevékenykedjek. Fogadják nagy szeretettel műsorukat. Köszönöm!
Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, az előzőekben látható Rimó Cikkertek alatt című koreográfia az idei esztendő legsikeresebb koreográfiája. Számos rangos díjat, elismerést hozott az együttesnek. Tavasszal például az országos Tóth Ferenc koreográfiai versenyen ezüst minősítést ért el. Júniusban a szintén országos Balatonboglári Méta Fesztiválon, amely szintén koreográfia verseny is volt, korosztályában és az egész mezőnyben is a második helyezést érdemelte ki. Júniusban az országos Martin Fesztiválon külön díjban részesítették a csoportot. Egy nagy tapsot kérnék szépen, függetlenül, hogy a táncosok már lementek a színpadról, produkcióik azonban megérdemli a tapsot. Köszönjük szépen! Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, a következőkben a legkisebbektől, a Búzavirág csoporttól láthatunk polgári társastáncokat, ők tavaly szeptember óta tanulnak táncolni. Fogadják őket szeretettel egy biztató tapssal. Thank you.
Köszönjük, amiből lesz a Cserebogár csoport táncosait láthatták. Még egy nagy tapsot tessenek szívesek adni, mert én belelotyogtam ebbe a tapsba. Nagyon ügyesek voltak ezek a kislányok, illetve az egy szem kisfiú, aki tartotta a frondot. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, most a következőkben a Zsiványok gyermekcsoporttól láthatunk Rábaközi lakodalmast, amelyel hatalmas sikerként éltek meg első megmérettetésükön. Mégpedig ez Szegeden volt az országos Százszor Szép Néptánc Fesztiválon, ahol ezüst minősítést szereztek. A csoport tagjai közül négyen részt vettek a szintén országos Rözögtessük Mög szóló néptánc versenyen, ahonnan két ezüsttel és egy bronz minősítéssel térhettek haza. Lássuk őket! Yeah.
Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, a Dobbantó Néptánc Együttes műsorának zárásaként Elvesztettem zsebkendőmet címmel szilárdsági táncokat láthat a közönség, amely a Szegedi Százszor Szép Néptánc Fesztiválon ezüst minősítést ért el. Egyébként az együttes szeptembertől jelenleg és újonnan induló csoportjaiba is nagyon sok szeretettel várja a lelkes táncolni szerető gyermekeket és fiatalokat. A beiratkozás módjáról és idejéről az együttes Facebook oldalán tudnak önök is tájékozódni. Most tehát, kedves vendégeink, kedves közönségünk, Elvesztettem zsebkendőmet. What?
fordulj, kicsi szék! Nem fordulok! Meddig? Keddig! Mire válsz? Sokra! Kitől? Petitől! Fordulj, kicsi szék! Nem fordulok! Meddig? Keddig! Mire válsz? Sokra! Kitől? Vikitől! Fordulj, kicsi szék! Nem fordulok! Meddig? Keddig! Mire válsz? Sokra! Kitől? Aki kapja, adja vissza, csókot adok érte. Én a csókot nem adom, se kendőben sem hagyom. Hosszabb péntek, mint szombat, szabad szapanyozni. Szabad péntek, szabad szombat, szabad szapanyozni. Szabad az én rúzsizsamnak egy pár csókot adni. Thank you.
Tisztelt közönségünk, hölgyeim és uraim, a Dubbantó Néptánc Együttes műsorát láthatták. Ebben a műsorban kicsiktől nagyokig mindenki szerepet, remek díjakat osztottam meg önökkel, amelyeket az együttes az elmúlt időszakban ért el.